Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében az élő víz forrása gyülekezetben. És a 11. fejezetben folytatja ez a emberfiához hasonló ezeket a jövőben lévő drámákat, amik az igazság írásában föl vannak jegyezve, és már mondja is, hogy én is a méd Dárius első esztendejében mellett állék, hogy támogassam és segítségere legyek. Tehát Mihály arkangyalról van szó, hogy őt támogassam és hogy segítségére legyek. Tehát az angyal, aki az emberfiához hasonló Mihály fejedelem mellett áll. Itt a 11. fejezetben az lesz a gyakorlat, hogy nem mindig fogom fölolvasni az igét, hanem csak a magyarázatot, ami mindig a jobb oldalon jelenik meg, mert rendkívül hosszú, és akkor nem végeznénk csak messze délután, éppen ezért leginkább csak a jobb oldalt fogom majd olvasni. Az ok pedig, amiért a perzsa, hogy Mihály mellett állt, az, hogy a perzsa fejedelem elleni küzdelemben részt vegyen. És akkor most, hogy igazságot jelentek néked, ímé még három király támad Perzsiában, és a történelemben láthatjuk, hiszen Hérodotosz könyvében, görög-perzsa háború könyvben kiolvashatjuk ezeket a személyeket és adatokat, illetve Józsefus Flaviusnak a zsidó háború című könyvében ezek mind kiolvashatók. Éppen ezért, amit most az igék mellé teszek magyarázatképpen, leginkább ebben a két alapműben található, amit a teológusok később kibányáztak, és itt megemlíteném Csia Lajost is, aki rendkívül nagy munkát végzett Dániel proféciájának az értelmezésében, amelyből én is sokat tanultam, és az előbbi két írótól is. Vagyis a történelmet, pontosabban, a proféciát, ami Dánielnek itt profécia, ezek a történészek, ahogy történtek, följegyezték, csak hogy nem tudtak mindent följegyezni, mert az utolsó időkkel kapcsolatos profécia még nem teljesedett be. Éppen azért a történészeket tudjuk követni egy darabig, de majd eljutunk ahhoz az igevershez, ahol már nem történelmet fogunk olvasni, hanem proféciát. De ez csak nekünk történelem. Dániel a 6. században látta ezt, neki ez nem történelem volt, hanem minden profécia. És így olvashatjuk, hogy Kambuzész, Pseudosmerdész, Darius első Szerszész volt az a négy király, mert éppen Kambuzész idejében, amikor kapja a látomást, még három király támad, és a negyedik, bocsánat, Kambuzész már az első király volt. És erről a négy királyról beszél a látomást adó, akik ezután még támadnak. Az erős király ebben a harmadik versben Nagy Sándor volt, aki tetszése szerint bármit megtehetett, de alig, hogy támadt, felfuvalkodott, hamar elveszti a birodalmát, dobozódó életmódja, illetve a homoszexuális életmódja miatt. Történészek két verziót tárnak elénk. Az egyik verzió szerint bormérgezésben halt meg Babilóniában, a másik verzió szerint az egyik alvezére, Kassandrosz, aki szintén homoszexuális volt, és Nagy Sándornak volt a partnere, féltékenységből megölte. Tehát ez a két verzió érvényes Nagy Sándor halálával kapcsolatosan. És valóban elosztatik az égnek négy tája szerint az ő birodalma, és ez a négy hadvezére örökölte az ő birodalmát, Lüzimakhosz, Kassandrosz, Szelókosz és Ptolemaiosz, és ebből a négyből majd két királynak a küzdelmével fog foglalkozni az Isten igéje, és ahogy olvassuk is, hogy elhatalmasodik a déli király, de az ő vezerei közül az egyik hatalmat vesz rajta. Az történt, hogy Ptolemaiosznak volt egy vezére, akit Szelókosznak hívtak, és ők konfliktusba keveredtek, és a Ptolemaiosz bár elhatalmasodott, meg nagyjá nőtt, de az ő vezére is közül az egyik, ez a Szeleukosz, hatalmat vett ezen a Ptolemaioszon, és éjszakra vándorolt, és így alakult ki a Szeleukidáknak tulajdonképpen a királysága, de Ptolemaiosz hadvezére volt ő. És akkor elindul az északi és déli királyok küzdelme, kezdődik Ptolemaiosz szótérrel
pártfogadja Szeleukosz Nikátor, akit Antigonosz babiloni király elüldözött, Egyiptom segítségével legyőzték Antigonoszt, és Szeleukosz lett Szíria királya. Szeleukosz ezek után folyamatosan támadta Egyiptomot, és így elkezdődött az észak és déli királyok 150 évig tartó háborúja. 21. fejezetben már megjelenik egy utálatos jelzővel ellátott személy, ez pedig úgy jelenik meg, hogy ennek a harmadik Antiochusnak a trónjának a bitorlója volt, és kicsiny kis szarvként olvashattunk róla a 8. fejezet 9. versében, illetve 8. fejezet 23-25. versében pedig kemény orcájú, ravasságokhoz értő királyként van bemutatva. Itt tulajdonképpen Antiochusz Epifanesről van szó, akiről sokat beszéltünk a 8. fejezetben, aki az Antikrisztusnak az előképe. Ő rontotta meg Izrael templomát is, Szíria trónját gyilkosságok sorozatával szerezte meg, a jogos trónörököst meggyilkoltatta, majd a gyilkost pedig kivégezte. Időszámítás előtt 170-ben járunk, 22. vers szól arról, hogy ez az Antiochus Epiphanes 170-ben szétzúzta Egyiptom erőit Gáza és a Nílus delta között, meggyilkoltatta Onniás főpapot, megszegve ezzel a szerződést, amelyet vele kötött, ugyanis ebben a versben lévő szövetséges fejedelem Onniás főpapról szól. Aztán visszatért és nagy figyelmet fordított a zsidókra, akik a szövetséget elhagyták, ugye a vele kötött szövetséget a zsidók megszegték, ezért Izraelen kitombolta a dühét, lerombolta a templomot, a templom oltárát eltakarította, elhányta, helyébe egy kosoltárt épített föl. A kosoltár Zeus oltár volt, ahogy a 8. fejezetben be is mutattam, és tulajdonképpen ezen a kosoltáron ő disznóval áldozott. Ez egy útállatos cselekedet volt, és ezért nevezi őt útállatosnak Isten igéje ebben a fejezetben, mert egy útállatosság megjelent akkor már a templom intézményének udvarán. Itt láthatjuk ezt a bizonyos kosoltárt, nagyon érdekes képet láthatunk itt, itt tulajdonképpen a jobb oldali oldalon a Zeusnak a szobrát láthatjuk, amely tükörképe ennek a Baphomet szobornak, a bal oldalon pedig George Washingtonnak a szobrát láthatjuk, aki Amerika alkotmányát tartja a kezében, de azonos kéztartás, öltözet, ruházat, minden pontosan úgy van megalkotva ezen a Washington szobron, ahogy a Lucifer szobort, a Baphomet szobrot láthatjuk. Ezek mind Zeus Istennek a szimbólumai. Következik a Makabeus háború, 32. versben már olvashatjuk azt, hogy Antiochus Epiphanes a harmadik birodalom templomot megszentségtelenítő antikrisztusa hitszegésre csábította a zsidókat, és ekkor kezdődött el az a bizonyos Makabeus féle háború, ami 100 éves háborúnak is neveztetik, 104 évig tartott egyébként, ugye az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Itt Makabeus családról van szó, és ez egy hosszú ideig tartó felkelés volt, amelynek kezdetei sikerei után mindig kudarcba fordultak a kezdeményezései. 167-től 63-ig tartott, tehát ez 104 éves időtartam. Így fejezi be, hogy és elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak, és megfehérítessenek, mert a végideig, mert a rendelt idő még hátra van. Tehát itt is arról beszél, hogy a rendelt idő, az a bizonyos utolsó idő, a végnek ideje, az még hátra van. Csia Lajos könyvében olvashatunk kéziratán, gépelt kéziratának a 348. oldalán egy gondolatot, de ezt minden teológus megjegyzi egyébként, hogy a 36. verstől kezdve ez az emberfiához hasonló angyalszerű kijelentést adó,
már egy egészen másik korról beszél, egészen másik korszakról, amelyet a teológusok nem tudnak történelemmel azonosítani, tehát ezek már a számunkra is profétikus drámai események lesznek majd. És így olvashatjuk, amely kifejezetten az Antikrisztusról szóló gondolatkör, de ilyet nem olvashattunk történelmi fejezetekben, könyvekben. Ez kifejezetten Dánielnek egy olyan proféciája, amely jövőbe mutató. Ezt olvashatjuk róla, hogy és a király a maga tetszése szerint cselekszik, és felfuvalkodik, felmagasztalja magát minden Isten felett, és az Istenek Istene ellen is vakmerően szól, és szerencsés lesz, még nem betelik a harag, mert ami elhatároztatott, az végre is hajtatik. Több olyan gondolat van, amelyet egyenként meg kell beszélni, be kell mutatni. Az első, felfuvalkodik, felmagasztalja magát minden Isten felé, ez ószövetségi gondolatokat hoz elő nekünk más profétáktól, és meg kell tekintenünk Ésaiás könyvében a 14. fejezetet, Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetet. Kinek van ilyen viselkedése azokban a proféciákban? Ésaiás proféta így ír egy fényes hajnalcsillagról, hogy miként estél alá az égről fényes csillag hajnalfia, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Láttuk, hogy ebben a 36. dánieli versben ugyanezt a gondolatot olvastuk, felfuvalkodás, önfelmagasztalás, és a proféta Luciferről, erről a fényes hajnalcsillagról, vagy hajnalfia fényes csillagról írja azt, hogy szívében fölfuvalkodott. Isten csillagai fölé akarja helyezni ülőszékét. Hasonló a magasságoshoz, majd Ezékiel proféta pedig Tírus királyban a következő üzenetet üzeni meg, Tírus fejedelmének szól, de e Tírus fejedelem mögött maga Lucifer lakozik, és így szól a gondolat, emberfia, mondja Tírus fejedelmének, ezt mondja az Úristen, mivel hogy felfuvalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök. Majd így folytatja, 14. verstől, voltál felkent oltalmazó kérub, úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Tehát Luciferről szól, felkent oltalmazó kérub volt. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában megfertőztetted szent helyeidet. Az Antikrisztus jellemzésében ezeket a luciferi tulajdonságokat találjuk meg. Tehát ahogy a proféciák beszélnek Luciferről, és leírják, hogy milyen volt az ő viselkedése, a 36. versben ugyanazt olvashattuk, hogy felfuvalkodik az Antikrisztus, felmagasztalja magát minden Isten fölé, az Isten ellen is vakmerően szól, szerencsés lesz, míg nem betelik a harag. És térjünk rá erre a harag gondolatkörére, hiszen azt olvashattuk az előbb, hogy a rendelt idő még hátra van, a harag ideje még hátra van, tehát ez nem következett be. Nézzük ezt a gondolatkört. Ugye az első fele az a versnek a Jelenések könyve 13. versére is utal, hiszen a Jelenések könyvében ott ugyanezt írja az Antikrisztusról, mint amit itt olvashatunk, hogy felfuvalkodik. És hogy Isten elleni szóló gondolatokat fogunk tőle hallani. Harag érkezésével kapcsolatosan, és ez egészen addig még a harag be nem telik, ott lesz az Antikrisztusnak is a vége. Jézus Krisztus visszajövetelekor elragadja az ekrésiát, és elhozza a haragot. A harag ideje az a Jelenések könyvében a 7 haragpohárral és a haragtrombitákkal van leírva. Ezek a haragtrombiták, haragpoharak borzalmas, tragikus és
drámai eseményeket mutatnak be azokban a proféciákban. De ez az elragadtatással kezdődik, és ezt a Máté 24-ben így olvashatjuk, hogy mindjárt a manapok nyomorúságai után nap elsötétedik, hold nem fénylik, tehát kozmikus események közepette, föltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és látható lesz az ember fia az égben eljönni nagy hatalommal, dicsőséggel, elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik a választottakat. Ez egy fontos gondolatkör, hogy a választottak egybe lesznek gyűjtve. Lesz egy egybegyűjtési esemény. Hogy ez hogyan fog történni, nem tudom, de egy ilyen eseményre a keresztény társadalom számítson, ami egybegyűjtés lesz. Többször olvashatunk az Új Szövetségben, a Kyriaké Hémerával kapcsolatosan, az Úrnapjával kapcsolatosan, mikor egybegyűltek a keresztények az imádkozás napján. Mikor egybegyűltek a keresztények, megjelent Jézus is közöttük. Tehát az egybegyűlés, meg az egybegyűjtés. Vajon kapcsolatban van egymással, hogy akik az Úrhoz tartoznak, azok egybegyűlnek az Úrnak napján. Másik gondolat, hogy ószövetségi proféciák szerint Jézus Krisztus eljövetel az Úrnak napjával azonos. Vajon ez azonos a hétnek első napjával? Az ószövetségi Úrnak napja azonos? Mert az Úrnak napján a keresztény társadalom összegyűlve van. Összegyűlik mind azok, akik az élet lehetőségét megragadják, akiket nem tud elszakítani az Antikrisztus, mert ez a fő tevékenység az Antikrisztusnak, hogy elszakítson. Ugye a liberalizmus, az ő vallása, az mind Istentől való elszakítás. A célja az úrvacsorától való elszakítás, ahogy az esti és reggeli áldozat megszüntetését elvégezte Antiochus Epiphanes, mikor hatályon kívül helyezte a Mózes törvényeit, illetve disznót áldozott a kosoltáron, elhányatta a zsidók oltárát, megszüntette a mindennapi áldozatot, az esti és reggeli áldozatot, elszakította a zsidókat Istentől. Ott volt egy elszakítás. Új szövetségben ez mindig az úrvacsorától szakítani el a népet. Az úrvacsora csak az egybegyűlés napján, amikor egybegyűlnek a keresztények, akkor veszik az úrvacsorát. Csak kérdezem, most hangosan gondolkodok, hogy vajon azonos-e az Úrnak napja, amikor összegyűjtik a keresztényeket, vagy az angyalok egybegyűjtik a választottakat a négy szelek fölül az ég egyik végétől a másik végéig? Nem tudom, csak most hangosan gondolkodtam. De az elragadtatással kezdődik az eseményjelenések könyve 6. fejezetében is. Azt olvashatjuk, hogy mikor eljön Jézus, akkor így szólnak a barlangokba, földnek mélyébe magukat elrejtő gazdagok és különböző emberek, hogy mondják a hegyeknek és kősziklának, essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székében ül és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja. Az Úrnak napja a haragjának nagy napjával is azonos, de a haragjának nagy napját kibontja, hogy ez 1260 napig tart. Az Úrnak napja ószövetségi Úrnak napja, az Új Szövetségben a hétnek első napja. Vajon azonos ez? Majd meglátjuk. És várjátok az ő fiát az égből, akit föltámasztott a halálból Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól, mert nem haragra rendelt minket az Isten. Ez nagy kérdés, de az ígéret az biztos, hogy megszabadít bennünket a haragtól. Azokat, akiket egybegyűjtenek az angyalok az Úrnak napján. Így folytatódik a 37. versben, hogy nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, egy Istennel sem, hanem mindenek fölébe magasztalja magát. Nagyon fontos, hogy ebben az igeversben ilyen gondolatot olvashatunk, a nem gondol atyáinak isteneivel, hogy nincs tekintettel atyáinak Istenére. És itt az Isten egyes számban van, ez egy
ez Elohei, ez a héberben egy speciális, egyes számú alakja az Istennek, tehát nem Isten neivel, nem többes számban jelenik meg, hanem egyes számban. Tehát nincs tekintettel sem az atyáinak Istenére, és az atyáinak az Isten az a teremtő Isten, mert az Antikrisztus egyetlen egy nemzetből vagy népből születhet csak ószövetségi ígéretek alapján a zsidók közül. Tehát nem magyar, nem iszlám, nem görög, nem török, nem japán, nem akárki lesz az Antikrisztus, az csak zsidó lehet. Már a Jákob áldásában, amit Dánnak mond, is olvasható ilyen gondolat, hogy Dán kígyó lesz az úton. Mint a szarvas kígyó, amely a ló körmébe harap, a lovagi hanyat esik, hanyat veti magát. Tehát a Dánnak szóló ígéretben már benne van ez a gondolatkör, mert Dán jelentése egyébként is az, hogy bíró. Bíró, aki megítél. Tehát a zsidó népen való ítélet végrehajtóját is értjük a Dánnak a jelentésében. Dán törzse volt az első egyébként, aki bálványozó lett, bálványimádó lett, elhagyta a atyáinak isteneivel kapcsolatos vallást. Tehát ez a vers arról szól, hogy zsidó lesz az Antikrisztus, de megtagadja atyáinak Istenét, sőt az Isten fölé fölmagasztalja magát. Az Antikrisztus jellemzésében benne van a luciferi, mert a lucifer is úgy gondolkodott, hogy az Isten fölé fölmagasztalja magát, sőt Isten ellen való küzdelemre szánta el magát, hogy Istent letaszítani helyéről, és ő jön be Isten székébe. Tehát Antiochus Epiphanes viszont nem volt zsidó. Éppen ezért nem is beszélhetünk arról, hogy Antiochus Epiphanesről szól ez az ige. Itt mindenféleképpen egy zsidó szeméről szól. Jézus is azt mondta egyébként, hogy én az én atyámnak nevében jöttem, de nem fogadtatok be engem. Majd ha más jön a maga nevében, ezt befogadjátok. És az nagyon fontos gondolat, hogy a zsidók nem fognak elfogadni nem zsidót, mesiásuknak. Ezért van az ószövetségi jelkérés is, jelkérésnek a követelése is a farizeusok gondolatában, meg minden zsidó gondolatában, hogy az Antikrisztus most mutasson nekik jelt. Jézus azt mondta, hogy nem adatik néktek más jel, csak Jónás próféta jele. Majd jön az Antikrisztus, ad nekik jelet, ez lesz a szombatnapi jel. Ezért fontos a Dániel 7.25-ben az a gondolat, hogy vélégy megváltoztatja az időket és a törvényt, az Isten tisztelettel kapcsolatos rendet megváltoztatja, vagyis a vasárnap helyett a szombatot helyezi előtérbe, de a szombatnak a jelét fölmutatja a zsidó népnek. Ez lesz az a jel, ami alapján a zsidók elfogadják a jövő végidők birodalmának vezetőjétől a messiási megjelenést. Mert olyan jelet mutat föl nekik, és ez a szombatnapi jel. Tehát a Dániel könyvében, a 7. fejezet 25. versében lévő gondolatkör, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, mindenféleképpen a vallás Isten tiszteleti renddel kapcsolatos törvényt változtatja meg, de a jelet föl kell neki mutatni. Tehát a zsidók nem fognak elfogadni mást, csak aki zsidó származású, de nem Izraelben, hanem kívül van Izraelen kívül. Mert úgy érkezik, mint messiás, mint szabadító, aki az elnyomás alatt lévő Izraelt megszabadítja, és ószövetségi ígéret szerinti népek fejedelmévé akarja tenni. De nem tudja, olyan ígéret szerinti népek fejedelmévé csak Jézus Krisztus teszi majd a zsidó népet az ezer éves királyságban. Az Antikrisztust nem képzelhetjük el e vers alapján sem, nem zsidóként. Csak zsidóként képzelhetjük el, tehát itt az Antikrisztusról szóló gondolatokban mondja, hogy nincs tekintettel sem atyáinak Istenére. És itt egyes számban van a héberben az Isten, tehát ez a Al Elohei, egy olyan konstruktus szerkezet, amely ritkán használatos a héberben, de ezt én Jeruzsálem Egyetemen így tanultam, és valószínűleg a többi egyetemen is így tanulják, ez a egyes számú alakja az Istennek. Ritkán fordul elő, speciális alak, de ezt nem fordíthatjuk isteneinek, nem fordíthatjuk többes számban. Éppen ezért
ebben a gondolatban, ezt így kell értelmezni, és akkor nézzük tovább, hogy nem gondol az asszonyok kedvencével, mondja a Károli fordítás, de ebben a második gondolatkörben lévő Héber szövegben pedig azt olvashatjuk, hogy sem az asszonyok vágyaira nem gondol. Tehát ez a Jábin Héber gondolat azt mondja, hogy sem erre, sem arra nem gondol, nem gondol az atyáinak istenével, sem az asszonyok vágyaival. Már is van egy olyan üzenetünk, amely a liberalizmusnak a legfőbb cselekedetét tetten éri, hogy az egyik legfőbb irányzata, hogy a homoszexualitást terjeszteni. Itt egy homoszexuális szeméről van szó, aki nem is gondol az asszonyok vágyaira. Asszonyi vágyakkal kapcsolatos gondolatai sincsenek. Tehát atyáinak istenére sem gondol, és az asszonyok vágyaira sem gondol. Egészen máshol jár az esze, majd olvashatjuk, hogy mi az. Vagyis az antikrisztust nem érdeklik a női vágyak. Ez fogalmazódik itt meg. Felmagasztalja magát a Teremtő Isten felé és a teremtési rend felé, mert a teremtési rend az, hogy férfi és nő, és a liberalizmust ezzel a gender ideológiával most szédítik a világ népeit, ahol nem akarják már megengedni azt sem, hogy a gyerekek fiúnak vagy lánynak neveztessenek, vagy a szülők apának vagy anyának, mert egyes számú vagy kettes számú legyen a szülő, a gyereknek majd eldönti 18 éves korában, hogy mi lesz belőle, fiú vagy lány, vagy mi akar lenni. Ez ennek a gender ideológiának a lényege, amelyet a liberalizmus táplál bele az emberiségbe a manapság. Tehát ez nagyon fontos gondolat, hogy a végidőkre olyanná válik erkölcsben. Mit láthattunk a szoborképben? Az, hogy az a többféle fényből felépülő bálványszobor a végén agyag és vas cserepből áll. Egy labilis, agyaglábokon álló, romlott rendszert mutat be nekünk. Tehát az értékcsökkenés erkölcsi értékcsökkenésben, de a végén az erkölcsök azok ilyen szétporladó szintűre zuhannak vissza, és ez a gender ideológia az emberi értékrendeket, erkölcsi értékrendeket széttiporja, mert a teremtéstől fogva a teremtési rend férfiúnak és asszonynak teremtett, és ez az új szövetségben többször ki van bontva. Jézus Krisztus is beszél róla, hogy férfiúnak és asszonynak teremtetett az ember. Ez így rend, így van rendjén. Ezt az antikrisztusi szét akarja tiporni. Ezért építi föl a világ ökonomizmust, világvallást, ezért építi föl a maga vallását, amely minden vallás fölött van, mert vallási szinten lehet kezelni az embereket, politikai szinten nem nagyon. Hát valamennyire. De igazából az emberek kezelhetősége, irányíthatósága vallási szinten működik. Éppen ezért kell lenni majd a végidők antikrisztusa mellett egy végidők hamis prófétaság intézményének és prófétájának is, aki kiszolgálja a politikai antikrisztust vallási alapon. Ez nagyon fontos, hogy van egy politikai antikrisztus, aki a tengerből jön föl. A tenger az egyébként a forradalomnak a szimbóluma is, de azt láthatjuk, hogy a Belgium megszületése egy forradalomban született meg Belgium. Tehát az, hogy kiszakítaték, vagyis Belgium három másik királyságból kiszakadt ebben a forradalomban. Tehát ők úgy szakadtak ki a német, francia és a holland királyságból. Ez a kiszakítaték így is értelmezhető. Egy forradalomból született meg a politikai antikrisztusi birodalom. De az még csak birodalom, de annak vezetője is lesz majd, és a birodalom mindig a vezetőjével együtt érvényes. Van egy vallási fenevadó, amely vörös fenevadon ülő paráznának neveztetik, az is egy birodalom, mert annak is királysága van a földnek királyain, hiszen ő adja a királyi koronákat, ő koronáz királyokat. És az ő öltözetére illik, a földből feljövő fenevad öltözetére illik az ószövetségi főpapnak a ruhája. Éppen ezért a Jelenések könyve 17. részben a vallási fenevadat, vagy a földből jövő fenevadat azonosítja a Szentírás. Visszatérve erre a 37. igeversre, láthatjuk azt, hogy sem az atyáinak istenére nem gondol,
sem az asszonyok vágyaira nem gondol. Ez ennek az első két héber bekezdésnek az értelmezése. És a pogány istenek fölé is fölmagasztalja magát. Ez azt jelenti, hogy neki egy világ ökumenizmust létre kell hozni. Benne lesz abba iszlám, benne lesz abba a brámizmus, hinduizmus, benne lesz abba a kommunizmus, az is egy vallás, Lucifer is, sátán hívő, ugye tagadásban nyilvánul meg a kommunizmus. Tehát minden Isten fölé fölmagasztalja magát, de a Teremtő Isten fölé is fölmagasztalja magát. Nincs tekintettel sem az atyáinak Istenére, második bekezdés, sem az asszonyok vágyaira, nincs tekintettel. Egy Istenre sincs tekintettel, hanem mindenek fölé fölmagasztalja magát, így értelmezhető ennek a 37. versnek a héber, illetve a magyar fordítása. És akkor itt egy fordítási verzió, akkor leírva, nincs tekintettel sem atyáinak Istenére, sem az asszonyok vágyaira, és egy Istenre sincs tekintettel, hanem mindenek fölé magasztalja magát. Pál apostol apokaliptikájában így olvasható, aki ellenevetés fölé emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanán mutogatva magát. Ezt olvashattuk Ésajási és ezékeli kijelentésben is Luciferről, hogy beülni Isten székébe és Istenként mutogatni magát, teljes mértékben az Antikrisztus Lucifer fiaként, a sátán fiaként értelmezhető. De ez nagyon fontos, hogy benne teljesül ki a luciferi lelkület. Ahogy Jézus Krisztusban az atyának a szelleme, lelkülete megjelent, az atyának a képviselete jelent meg Jézus Krisztusban, főleg a szeretet tulajdonság, mert az Isten szeretet, és Jézus Krisztus ennek a szeretetnek, ennek az atyai szeretetnek a megtestesülése, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ugyanígy a luciferi fölmagasztalni magát, Isten székébe ülni, Isten helyébe ülni, és mindenkit pusztítani, azt is, aki behódol neki, meg azt is, aki nem. Mert azt olvashatjuk Jézustól, Luciferről, hogy az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva. Neki nem fog megváltozni a tulajdonsága, mert ez az ő tulajdonsága. Ismerős a hattyú átviszi a tavon a skorpiót, ismerős ez a kis felnőtt mese, hogy a skorpió mondja a hattyúnak, hogy vigyél át a tavon, hattyú. Azt mondja a hattyú, hogy skorpió, nem merlek átvinni, mert te megmarsz, én meghalok a tóban, és te is belefulladsz. Megígérem, hogy nem marlak meg, csak vigyél át. És akkor megy az alkudozás, hogy mégse viszlek, mert hát megmarsz, és meghalunk, de nem, megígérem, és akkor megígérte a skorpió, hogy nem marja meg, és akkor a hattyú, na jó van, ülj fel a hátamra, átviszlek a tavon. És a tó közepénél a skorpió megmarta a hattyút. Azt mondja a hattyú, hogy skorpió, hát megmartál, hát most meg fogunk halni. És a skorpió, nem tehetek róla, ez a természetem. Az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő nem fog megváltozni, neki nem az a célja, hogy egy-egy embert majd dédelgessen a pokolba, és jó helyre ültesse őket ottan. Az ördögnek a pusztítás a célja. Nehogy valaki azt mondja, hogy ha majd a Lucifer vallására, ha majd a világvallásra behódolok, akkor Lucifer engem majd különleges státuszba helyez, és nem lesz semmi bántódásom. Dehogy is nem, embergyilkos volt kezdettől fogva. Nincs menekvés az ördögnek a töréből. Menekülési lehetőség egyedül csak Isten oltalmában Jézus Krisztuson keresztül. Ugye olvashattuk a 13. fejezetben Jelenések könyvéből, hogy megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Tehát ez az antikrisztusi jellem semmiképpen sem változtató meg. És így folytatja a 38. versben, hogy de ahelyett, mármint az atyáinak Istene és az asszonyok vágyai helyett, tiszteli az erődök Istenét, annak helyét,
és azt az Istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal. Ugye ez a vers elmond nekünk egy olyan gondolatot, hogy az előbbiek helyett kit tisztel. Tehát tisztelni kellett volna az atyái Istenét és a női vágyokat. Tiszteletbe kellett volna tartani. De ezek helyett mit tisztel? A liberalizmusban nincs benne a nemi különbségek tisztelete. Nincs benne azt, hogy tiszteljük azt, hogy valaki férfi, valaki pedig nő. Az antikrisztus vallásában nincsen benne a nemiségek, nemi különbözőségek tisztelete. Nincs benne azt, hogy egy nő tiszteletet érdemel azért, mert ő szülni fog, mert ő asszony. Ezt tisztelni kell mindenkiben. Ezeket a női tulajdonságokat Isten igényére figyelmet fölhívi, hogy ez tiszteletre méltó. Egyébként is, hogy a teremtési rendtől kezdve maga az Éva jelentése, az egy kerub név, az Éva, az egy élethordozó, ezt jelenti az Éva. És a mindjárt kerubként jeleníti meg az asszonyt a teremtési rendben, mert a kerubok élethordozók. Ez a tulajdonságok a keruboknak, élethordozók. És az asszony élethordozó, nem? Dehogy nem. Hát 9 hónapig a szíve alatt, utána még egy pár évig a kezén hordozza a gyermeket, aztán utána, amikor már nagyobb, akkor vonszolja, hogy gyere, mert megyünk az iskolába, aztán 10 év után már csak kiabál utána, hogy gyere, mert sietnünk kell, aztán amikor eléri a 18 évet, akkor már nem éri utól az anyja hangja a gyermeket. Rossz esetben, jó esetben, hogyha ezek a gender kérdések rendben vannak, az ideológiák, a hit rendben van, akkor igen, akkor minden rendben van. De ez nagyon nagy fegyelem kell, Isten tisztelete kell hozzá. Tehát tisztelni kell az Istent, de az antikrisztus vallásában ezek helyett mást tisztel, az erődek istenét. A hadak istenét tiszteli, hadakozást tiszteli, ez lesz minden gondolata. Mert ott mutathat be háborúban ember és áldozatot az antikrisztus a sátánnak. Hitlerről olvashatjuk a II. Világháborúban, mikor az SS hadosztálya 41-ben megsemmisült Moszkva alatt, akkor jelentették neki, hogy nagy félszeggel, hogy az SS hadosztályt megsemmisítettek, és akkor Hitler azt mondta, hogy végre megfelelő áldozatot hoztunk sátán oltárán. Hitler sátánimádó volt ugyanis. Richard Wumbachnak, német vallástörténésznek a könyvében olvasható ez a gondolat egyébként. Tehát az minden gondolata, hogy ember áldozatot hozzon sátán oltárán. Tehát mindig gyilkolni akar, minden földi kincs a háborúskodásra fordítódik, mert tiszteli arannyal, ezüsttel és drágakövekkel, tehát odahordja ebbe a háborúskodásban minden kincsét. Idegen istenek nevében jelenik meg, azt mondja, és az erődített városokban így teszen az idegenek istenek nevében. Tehát megjelenik idegen istenek nevében, aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja, és sokak felett ad nekik hatalmat, a földet elosztja jutalomgyánt. Vagyis behódol neki az egész világ, globalizált világ teljhatalmú vezetője, hatalmát szövetségekkel erősíti meg, ezért van az, hogy az Izraellel megkötött szövetségeket ő megerősíti, de a hétnek felén, amikor föltétetik a pusztító utálatosság, akkor hogy ez a messiásnak vélt személy fenevaddá válik. A szövetségeseket ország határai kiterjesztésvel jutalmazza meg, és ez az 7 év első időszakát mutatja be. Eddig tartott az antikrisztus bemutatása, ezt követően ismét az északi és déli királyok küzdelmére tér át, de nem a történelmi északi és déli királyok, hanem a jövő északi és déli királyának küzdelmére fog áttérni. És így folytatja 40. versben, hogy de a végidején összetűz vele a déli király az északi királlyal, és mint forgószél úgy megy rá az északi király szekerekkel, lovasokkal
és sok hajóval, és betör az országokba, előzölni és végigjárja azokat. Ugye a 35. versnél befejeztük az északi és déli királyok küzdelmét, 36-tól 39-ig az Antikrisztusról szól az írás, és innentől kezdve ismét folytatja, mint amit abba hagyott a 35. versnél, de már a jövő nagy királyainak küzdelméről szól az írás. Mert, ahogy olvassuk, de a végidejéről szól. De a végidejéről szól. Négy királyság a végidején, jelenlegi katonai blokkokat figyelembe véve, északi király, ez az északi iszlám államok katonai szövetsége, ez Gók serege, tehát ez a orosz katonai szövetségről van szó, leginkább iszlám államokat találunk ebben a térségben. Déli király, itt is leginkább iszlám államokat találunk, ez a déli iszlám államok katonai szövetsége. Keleti király, Csendes-óceán szegei államainak katonai szövetségéről van szó. Nyugati király, az EU-Róma, vagy az Európai Unió és a NATO, mint egy katonai szövetség, mint NATO katonai királyairól van szó. És ez a Dániel könyve 11. fejezetében úgy láthattuk, hogy első verstől 34. versig a zsidóháborúról, 35-től 39-ig az Antikrisztusról, és 40-től 45. versig pedig az armageddoni vég idején levő háborúról szól az írás. Tehát most az északi és déli királyok küzdelmével elkezdődik az armageddoni háború előszobája, mert az a háború innen indul ki, vagy ez lesz neki a kezdete. És akkor az utolsó időben jelen lesznek a háborúban az északi király, ez a Gog nevet kapja a Bibliából, déli király névtelen, keleti király névtelen, a római birodalom az Antikrisztus vezetésével, ez már megnevesített, mert az Antikrisztus serege stől abban az időben Jeruzsálemben található, hiszen mikor megépül a templom, ő megy a saját házába, és seregekkel tapossa 2300 este és reggel a Szentvárost. A négy királynak mi a célja? A négy királynak nem az a célja, hogy egymás ellen hadakozzanak, bár az északi és déli király azzal kezdi a háborút, de ezeknek a végén az lesz a célja, hogy Isten ellen hadakozzanak, és ezt látni fogjuk hamarosan. Hiszen a Jelenések könyve 19. fejezet, 19. vers erről szól. S láttam, hogy a fenevad és a föld királyai és az ősseregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen, mert ez a Jézus Krisztus visszajöveteléről szól, ez a 19. fejezet. És a föld királyai a megérkező Jézus Krisztus ellen, aki nem az elragadtatásra érkezett, hanem az ezer éves uralkodásra megérkező, a hét év végén megérkező Jézus Krisztusnak a megjelenéséről van szó. Ezékiel könyvében olvashatunk az armageddoni háborúról, vagyis az abban résztvevő Gógnak a szerepéről, és azt mondja, hogy elcsalogatlak és vezetlek és felhozlak messze északról. Nem a közel északról, nem Szíriáról van itt szó, hanem a messze északon lévő királyról, és kiütöm kézívet a kezedből és nyilaidat jobb kezedből kiejtem, Izrael hegyein esel el, te és minden sereged és a népek, melyek veled lesznek. Tehát Gog, felhozlak téged messze északról. A ragadozó madaraknak, minden szárnyas állatnak és mezei vadnak adlak eledelül. Tehát Gog, mint hadakozó északi király, ilyen sorsra jut ebben a háborúban, Ezékiel proféciájában. Nézzük meg egy kicsit a Gog és a rós gondolatot. A rós szó jelentése, hogy fej, feje valaminek, legelső, vezetője, magas hegy jelentéssel is bír. Vagyis Góg a vezetője a Mágók földjén élő népeknek, Góg származási helye messze északról való, és a Kaukázus szó, a Góg és a Kasan, vagyis az erőd szavakból származik, jelentése Góg erődje. Ezékiel 38.2 szerint Góg Mágók földjéről való.
Mágóg jelentése, Flavius írja, Josephus Flavius, Mágóg alapította a mágógiak népét, akit éppen ezért róla neveztek el, de a görögök szkítáknak hívták őket. A szkíták eredeti lakóhelye Közép-Ázsiában volt, később a Fekete-tenger északi partvidékére vándoroltak. Az ókori szkíták hazájának területe a ma volt Szovjetunió örökösei, ennek a népeknek vezetői a Góg, aki messze északon van, és Izrael fölött, ahogy ezt a térképen is láthatjuk, Izrael fölött messze északon, legfölül Moszkva található, tehát egy picit se jobbra, se balra, hajszál pontosan fönt messze északon található Góg népének a vezetője, vagyis a mágógiak népének a vezetője, ez az északi király. A déli iszlám államok katonai szövetsége Izraeltől délre helyezkedik el, a nyugati király ugye NATO-ban található, és a keleti király a csendes-óceáni szegélyek katonai államainak a kérdése. Tehát a végidején összetűz az északi királlyal a déli király, és az északi király úgy megy rá szekerekkel, lovasokkal, sok hajóval, és betől az országba, előzönlés végigjárja azokat, vagyis ez lesz a jövőben, miszerint a déli iszlám valamit beszól az északi királynak, ő pedig válaszképpen lerohanja. És ez mindig Izraelen keresztül történik, ahogy az ókorban is láthattuk, a jövőben is ugyanez lesz a... És bemegy a dicső földre, sokan elesnek, de megszabadulnak a kezéből. Edom, Moab, Amon fiainak szíve java, és kezeit az országokra veti, és Egyiptom földön meg nem menekedhetik. Tehát az északi király Izraelen keresztül lerohanja ezt Egyiptomot, és kifosztja, ahogy az ókorban ez történt, Izraelen keresztül történik. És ura lesz Egyiptom arany és ezüst kincseinek, minden drágalatos javainak, Líbia beliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. Tehát ezek a csatlósai. De megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. Tehát valamit hallani fog otthonról, Góg földjén valami történik, kivonul Egyiptomból, visszafelé ismét Izraelen keresztül vonul, de már nem érkezik haza. Valami történik, útközben, ugye majd olvashatjuk azt, hogy kiszárad az Eufrátesz, a keleti királyok bevonulnak Izraelbe, és megkezdődik az armageddoni háború. Tehát így folytatja a 45. vers, hogy elindult hazafelé Egyiptomból, mert rossz híreket hallott, útközben megállomásozik Izraelen valami miatt. És olvashatjuk, és felvonja az ő sátorpalotáját a tengerek és a dicső szenthegy között, és végére jut, és senki sem segít rajta. Tehát felvonja sátorpalotáját a tengerek, földközi tenger, galileai tenger, és a hol tenger között ott letáborozik, és ott éri a végzet, de hogy miért táborozik le, az mindjárt meglátjuk. Azt láthatjuk, hogy az Antikrisztus székhelye ekkor Jeruzsálemben van. Nem szól bele az északi és déli királyok küzdelmébe. Miért? Először is mind a kettő a szövetségese. Ezek egymást pusztítják. Miért nem szól bele az Antikrisztus? Mert ő a Lucifernek a fia. Neki a célja az, hogy pusztuljanak az emberek. Mert pusztító ő is. Tehát nem az a célja, hogy béke legyen, és hogy álljatok meg, hanem kedve szerinti dolgok történnek, mert, ahogy olvastuk, a hadakozás érdekli, és a hadak istenét tiszteli aranyjal, ezüsttel és mindenfélével, és ott akar áldozatot bemutatni, de Lucifer oltárán embervérrel lehet áldozni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az igazi áldozat az ember életen keresztül történik a Lucifer oltárán. Az Antikrisztus, az ő fia, ezt nem megváltoztatja, hanem támogatja. Tehát a hadakozásba ezért nem szól bele, mert
mert neki az a természete, hogy pusztuljanak az emberek, tehát ő pusztítani akar és elveszteni. Nos, Gog itt fölvonja az ő sátorpalotáját, és senki sem segít rajta, ahogy olvastuk. Jeruzsálemben van az Antikrisztus, és itt Isten templomában székel. Jelenések könyve azt mondja, hogy 42 hónapig az ő cselekedeteit itt ebben a térségben hajtja végre, majd a másik fenevad elhiteti az embereket, és azt mondja az lakosoknak, csinálják meg a fenevad képét, hogy a fenevad képébe lelket is adjon, és a fenevad képe szóljon is, és azt művelje. Most a bálvány építés utálatos cselekedet Isten előtt, a bálvány szobrok utálatos képek Isten templomában. Tehát a templomokban a bálvány képek utálatosak, az Antikrisztus pedig, vagy az ő szobrának, a pusztítónak az utálatosságává válik. A pusztító utálatosság föltétele a végnek idején, ebben a jelenések könyve 13-14-15. Versében érhető tetten, vagyis elkészítik a fenevadnak a képét, technikailag megoldják, hogy az még szóljon is. Hogy ez hogy mint néz ki, és hogy a templomban, templomudvaron, vagy Jeruzsálemben állítják föl, ezt nem tudom megmondani, de egy biztos, hogy az utálatosság úgy érhető tetten csak, ha olyan helyen, olyan módon állítják föl, ami a zsidók számára utálatos. Tehát ez a bálványkép a végnek idején lesz a pusztító utálatosság fölállítása. És ezen a képen láthatjuk az Armageddonról, úgy ír a Szentírás, hogy ez az egész Izrael területét magába foglaló háború lesz a dicső Szenthegy és a tengerek között. A Gog serege itt vonja fel a sátor palotáját ezen a térségben. Majd jelenések könyve szerint, ahogy olvashatjuk, ebben az armageddoni térségben olyan háború lesz, hogy a vér a lovak zablájáig fog érni 1600 futamatnyira, amely 280-90 kilométeres hosszúságú Dántó Bersobáig teljesen vér fogja porítani Izraelt. Itt lesz a kecskék és bárányok szétválasztása, a Máté 25-ben olvashatjuk. Fenevadat itt éri tetten a visszatérő Jézus Krisztus, és meg is öli jelenések 19 és 2 Tesszalonika 2:8 szerint. Ezután kezdődik az 1000 éves uralkodás. Az armageddoni háború kirobbantása, ez pedig, hogy miért kellett Gognak ott megáll, miért kell majd ott megállomásozni neki, miért nem megy haza, ha már egyszer otthonról kapta a rossz híreket, és miért verte fel a sátorpalotáját, ennek nagyon komoly oka van, ezt pedig a Bibliában így találhatjuk. 5. trombita szóra Isten haragja egy misztikus sereget zúdít a földre, és ezt Jóel könyvében az Úr seregének nevezi Isten igéje. Ez az oka a királyok összegyülekezésének Izraelben, illetve Armageddonnál, mert megérkezik az Úr serege, és az 5. haragpohár 5. trombita szóra történik. A háború a 6. trombita szóra kezdődik el, tehát a gyülekezés az 5. trombita szóra, illetve az Úr serege az 5. trombita szóra érkezik meg. 5 hónapig ők pusztítanak a földön, de a 6. trombita szóra megkezdődik majd ez a bizonyos háború, a 7. trombita szóra pedig befejeződik, mert Jézus Krisztus megjelenik. És az 5. trombita szónál így olvashatjuk jelenések könyvében, hogy mikor az angyal trombitált, leesett egy csillag a földre, adataik annak a mélység kutyának kulcsa, de ez a kulcs Jézus Krisztusnál volt, ezt írja a jelenések első fejezete, hogy nála vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai, adataik ennek az angyalnak, és az megnyitja a mélység kutyát, és füst jöve föl belőle, a füstből pedig sáskák jönnek ki, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. Ezt a sereget Jóel könyve az Úr seregének nevezi, és ezek azt csinálják, hogy 5 hónapig kínozzák az embereket, és azoknak az embereknek a kínzása olyan, mintha skorpió marta volna meg őket, keresik a halált, de az elmegy előlük.
De az Úrnak serege, ez a misztikus sereg nem bánthat akárkit. Ez, ahogy olvashatjuk, megmondaték nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, sem élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokukon nincs az Isten pecsétje. Mert az utolsó második három és fél évben mindenki el van pecsételve. Az Isten elpecsételi az ő szolgáit a homlokukon, a többieket azért nem, mert azok fölvették az Antikrisztus bélyegét. Tehát mindenki az egyik pecsétet hord, a másik bélyeget, de ez az Úr serege nem bánthatja azokat, akiknek a homlokunkon ott van az Isten pecsétje. Nagy kérdés, hogy az élő Isten pecsétje miért a homlokra kerül, hiszen az új szövetség népe a szívében hordta a pecsétet, vagy hordja a pecsétet. A Szent Szellem jelenléte az Isten pecsétje a mi szíveinkbe. De miért a mi szíveinkben hordjuk a pecsétet, ha az új szövetség népéről beszélünk? Azért, mert hitáltal tértünk meg, és hitáltal fogadtuk el Jézus Krisztust. És a hit a szívben működik. Ezért a szívben hordjuk. Ezért van a mi szíveinkbe bevésve, ezért vagyunk élő levelek, és ez Isten igéje, nem a kőtáblából olvasunk, hanem a szívbe van bevésve, ezért vagyunk élő levelek. Itt van a mi szíveinkben, mert a mi testünk Isten Szent Szellemének a temploma. Ez az egyháznak a pecsétje, a Szent Szellem jelenléte a szíveinkben. De a harag után, miután az eklézsia eltávozott a földről, Isten elpecsételi a zsidó nép közül azt a 144 ezret, akik szüzek, fiatalok, akik nem fertőzték meg magukat sem szexuális úton, sem szellemi úton. Csak a zsidók közül, csak a fiatalokat, csak a homlokukon. Miért nem a szívükben? Azért, mert látás által térnek meg, nem hit által. Más a látás által való Krisztus elfogadása, és más az hit által. Ja persze, te vagy a Krisztus. Most már tudom, ez a Tamás esete, amikor Tamás boldog vagy, hogy hittél, mert láttál, de boldogabbak azok, akik hisznek, de nem látnak. Ez a különbség az Isten pecsétje között. Tehát Isten pecsétje ma az eklézsián jelen van, a szívében, a Szent Szellem jelenléte a pecsét. A haragnapja után, miután eltávozott az eklézsia, ezért nem beszélhetünk az eklézsiáról tovább. Ezért már csak Izraelről beszélhetünk, és az Izrael ellen hadakozó népekről, akik azért jönnek Armageddonba, hogy harcoljanak Izrael ellen és Isten ellen, Isten serege ellen. Tehát ez a két küzdőfél van jelen. Éppen ezért ez egy nagyon fontos gondolat, hogy miért ott van a pecsét. És a fenevad miért a kézre teszi a pecsétet, vagy miért a homlokra teszi a pecsétet, hogy ez a rabszolgákkal kapcsolatos kérdéskör. Mert régen is a rabszolgákat bélyeggel sütötték meg. Innen tudták, hogy a szökött rabszolga kihez tartozik. Vissza tudták vinni az ő urához. Éppen ezért az Antikrisztus a saját nevére jellemző bélyeget süti, és mivel a héberben a betűk számokat is jelentenek, egy számüzenetben adja át Isten nekünk azt, hogy a fenevadnak a neve az 666, és ezt a bélyeget rásütik az emberekre, vagy ráhelyezik, de az Antikrisztus bélyegét mindig a kontrollal kapcsolatosan hozza meg, tehát a végső birodalomban lévő kontroll, a birodalom fenntartása érdekében való kontroll, és az Antikrisztus bélyege egymással kapcsolatban van, egymástól el nem választható, vagyis az Antikrisztus bélyege az kontrolleszköz is lesz. Ezért a mindent látó szem üzenete, és hogy abban a szarvban szemek vannak, emberszemhez hasonló, vagyis nem emberszem, csak ahhoz hasonló, kontrolleszköz. Ez a fontos üzenet ennek a történetnek. És ez az ötödik trombitaszó és ötödik haragpohárnak a története. Amikor a misztikus sereg megérkezik, és a haragpohárral kapcsolatos gondolatokat olvashatjuk, hogy rágják a nyelvüket a kín miatt, de nem térnek meg az ő cselekedeteikből. Majd hatodik trombitaszóra a Gog
megjelenése, tehát a Gog vonul vissza, és itt leveri Izraelben az ő sátorpalotáját, és ezt mondja Ezékiel 38:16-ban. És feljössz az én népem Izrael ellen, mint a felleg. Tehát Izrael ellen kezd el hadakozni, mert az Úrnak serege ott van, és az ellen majd akar hadat indítani, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészene, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magam rajtad az ő szemük láttára, Góg. Tehát 6. harokpohárra már megkezdődik ez a bizonyos háború. De azt mondja, és előhívom ellene minden hegyen felől a fegyvert, ezt mondja az Úristen, egyiknek fegyver a másik ellen lészen. Mi történik? Góg letáborozik az ő seregével. A nyugati király ott van az ő seregével. Azt mondja Isten igéje, hogy előhívja mindenhonnan a fegyvert ellenük, mert olvashatjuk hamarosan, hogy a keleti királyok beérkeznek 200 millió fős sereggel ide Armageddonba. 200 millió fős sereggel, és egyiknek a fegyvere a másik ellen lesznek. Mi volt a céljuk? Hogy hadakozzanak az Úrnak serege ellen, és Izrael ellen, de Isten azt műveli velük, hogy egyiknek a fegyvere a másik ellen lesz. Tehát megbalandulnak, valamin összevesznek, teljesen mindegy, mert pusztítás a célja úgyis mindegyiknek. És ezek a seregek egymást fogják pusztítani. Déli király, északi király, nyugati és keleti királyok mind azért mennek oda, hogy hadakozzanak az Úr ellen, de egymás ellen fognak hadakozni, mert Isten ezt rendelte. És a ragadozó madaraknak és minden szárnyas állatnak és a mezei vadaknak adlak eledelül. Nyilván az ember letakarítaték a földről, nem lesz, aki temetgessen, kellenek a hullaeltakarítók. Nem csak Ezékiel 39:4-ben olvashatjuk ezt, hanem Jelenések 19:17-18-ban is, hogy mondván minden madaraknak, melyek rebresnek vala az égnek közepette, jöjjetek el, gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára. Két nagy étkezésről ír a Jelenések könyve, kettőről. Itt olvashatunk a nagy Isten vacsorájáról, ahol a madarak a vacsora vendégek, és az emberek az étel. Van egy másik étkezési esemény is, a bárány mennyegzője, ahová az eklézsia hivatalos, és az Úristen terít meg nekik a mennyek országába. Ugye ez a két nagy étkezés van a Jelenések könyvébe. Bárány mennyegzője, mennyegzői vacsora, az eklézsia. A hivatalos, és mint mennyasszony van feltüntetve, ezen pedig a nagyisten vacsoráján a madarak a vacsora vendég, az emberek az étel. 6. angyal is kitölti a poharát az ő nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és annak vize kiszárad, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És ahogy látjuk a Jelenések 19-ben, az Úr ellen hadakoznak ezek a királyok. Vérelhintett ruhába való öltözve, neve Isten igényének neveztetik, mennyei seregek követik őt fehér lovon, fehér és tiszta, gyolcsba öltözve, majd van egy csata Edomban is, Bocrában. Ott is van egy háború, ez a Bocra egyébként Petrának az ősi neve. Tehát Petrában van egy háború, mert Petrában valami értékes dolog van elrejtve. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk egyébként, hogy Isten, akiket elpecsétel, elrejti őket. A 144 ezer, mind a 12 törzsből 12 ezer, az pont 144 ezer fiatal, elrejtetik Istentől a pusztában. Ez illik a petrai helyszínre, az, hogy Bocrában háború van, csata van, és Jézus Krisztus ott vívott egy csatát. Miért? Mert az fenevad, vagy a sárkány hadat indít a 144 ezer ellen. Mert nem nyugszik meg attól, hogy elveszítette ezt a 144 ezret, mindenáron el akarja pusztítani azokat is, Istennek a gyermekeit, akikből
az 1000 éves királyság alatt elszaporítódna, vagy elszaporodik majd Izraelnek a nemzetsége a földön, és a föld betelik ismét ember élettel. Éppen ezért ott küzdelem lesz, mert hadakozni akar a sárkány ezek ellen is, hogy olvassuk, hogy vizet bocsát ki az ő szájából, de a föld megnyitá az ő száját, és elnyeli a folyóvizet. És ez a küzdelem végül is ebben a bocrai csatában látható, hogy Jézus Krisztus meg személyesen védi azokat az életeket, és így nem pusztítódhat el. És így a Jézus Krisztus megérkezésével a kecskék és bárányok küzdelme itt ebben a Máté 25.31-32-ben olvasható, majd Jóel könyvében az Úrnak napjával kapcsolatos események és történetek olvashatók, teljes mértékig megegyeznek ezek az igék az ide tartozó. És hogy látám, hogy a fenevad és a föld királya és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak Jézus Krisztus ellen. Aztán megfogaték a fenevad, vele együtt a hamis proféta, és ők ketten elevenen a kénkőves tűzes tóba vettetnek. És a jelenség 19.21-ben a többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával. Tehát ezzel befejeztük a Dániel könyve 11 fejezetet, amelynek a szakaszait itt láthattuk. Amen.